Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, Umkárát és a Sivananda Jóga Központ tagjait, az Eredeti Fényzen Központ elvonulóit, illetve társközösségek résztvevőit, érdeklődőket. Egy általam nagyon nagy izgalommal várt Dharma csemegében van részünk. Elhangzott két bevezető, itt ültök előttünk olyan jó 70-en, van-e kérdésetek? És hogyha van, akkor tegyétek föl, és igyekszünk legjobb tudásunk szerint válaszolni rá. Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy hogy vagytok ti egymás szakmájával? Tehát, hogy te a jogával és te a zennel. Tehát... Mindenkit szeretettel köszöntök. Első szereplésem itt a Zen templomban. Omkárának hívnak, és mielőtt a választ megadnám, engedjétek meg, hogy ezt a kis csemegét elhozzam ide a kolostor apátjának, vezetőjének. Ez egy nagyon sok százezer, hanem milliós példányban megjelent kis könyv, aminek az a címe Jóga, az elme és a test harmóniája. És úgy gondoltam, hogy milyen ajándékot hozhatok én egy zenapátnak, hiszen már mindent tud. De úgy gondoltam mégis, hogy ha van kedve, akkor hát, ha megosztja a tanítványaival, és azt a részt, ami tetszik neki belőle, ugyanis ez a könyv foglalkozik egyrészt azzal, ami mindnyájunknak itt van, a fizikai testével. Ugye a halottakat nem szeretitek, tehát foglalkozik az ember energiájával. Ugye a feszült embereket nem szeretitek, ezért foglalkozik a stresszoldással, a relaxációval. Az embernek nem mindegy, hogy mit eszik, mert azzá válik, tehát foglalkozik a táplálkozással. Nem szeretitek a savanyú negatív embereket, éppen ezért foglalkozik a pozitív gondolkodással, és mivel szerettek meditálni, ezért foglalkozik a meditációval is. All in one. Nagyon szépen köszönöm. Egy szó mint száz, nem túl sokat tudok a zenről. Nagy tisztelője vagyok. A sors úgy hozta, hogy utasszállító pilótaként éltem le az életemet. 40 évet repültem. Olyan óriás gépeken, amelyekkel eljutottam a zen kolostorokba, Japánba és Kínába egyaránt. Korea sajnos kimaradt, felülről többször átrepültem Koreát. Bennültem Japánban a 1300-as évekbe készült zen kolostorban, Oszakába, főapátnál, és egyetlen egyet csináltam, csak csodáltam. Csodáltam azt a gyönyörű szép kertet, csodáltam azt a kavicsot, ami hullámosra volt, gerebjézve minden reggel, és csodálkoztam azt a méltóságot és tisztaságot, ami ennek a zenmesternek az arcáról lerít. A sors engem máshová tolt, 1993-ban megismerkedtem a Sivananda jogával, a New York-i Joga Központba, egy szabad napomat éppen azzal töltöttem, hogy a világ nagy joga központjai közül válasszak egyet. Erre esett a választás a Sivananda Joga Központra, és mivel nem tudom, hogy pontosan miről szól a zen, egyetlen egyet tudok, hogy van egy olyan pont, ahol mi találkozunk. És talán Chogan Tsunin mester az, akivel talán legelőször voltunk úgy, amikor találkoztunk, hogy nem volt vita az út végével kapcsolatban. A tiszta tudatról beszéltünk, amelyet úgy kell elképzelni, mintha egy hegy tetejére mennénk mindnyájan, a hegy különböző oldalain keresztül. És úgy éreztem, amiket mondott nekem, hogy ő a hegy egyik oldalán megy, és csupa olyan ember követi, akinek nagyon tetszik ez a hegyre vezető út, hiszen ott van három nagy tanító, akik végigjárták ezt az utat, és ez az út követhető számukra. A sors nekem azt hozta, hogy én meg a Sivananda rendszerbe szocializálódtam, mint joga intézménybe, ezt a joga központot vezetem lassan 24. éve, és ez pedig az én utam. Én a Himalájába járok, Rishikesbe van egy csodálatos ashram a Ganges partján, onnan ez az egész joga kultúra kialakult.
nem ugyanazt csináljuk, nem ugyanolyan módon, tiszteljük egymást, talán azt is mondhatnám, hogy testvérnek érzem Csongán Szunimot, és azt hiszem, hogy a saját eszközeimmel ugyanoda tartok, ahová ő. Csak visszhang lehetnék a völgyben, nagyon keveset szeretnék ahhoz hozzátenni, amit szívemből szólt most Omkára. Talán annyit, hogy az elmúlt két évben a jóga több fronton megjelent az életemben, részint, mint a Margit-szigeti jóga során tartott dalnabeszédek, melynek a felkérését Natinak külön köszönöm. És számos ember mondta, hogy Szunyim, addig kezdjél el jogázni, amíg nem késő. Mondom, jó. Már elkezdtem, csak 34 évet kihagytam. És ez azt jelenti, hogy ugye a 15 és 19 éves korom között tanító nélkül egy barátommal együtt hatha jogáztunk, az akkori könyveket olvastuk, nem volt bele több mint három, akkor azt mind elolvastuk. És Ármesetelregyen, uszodában, itt-ott-amott, aztán az egyéni gyakorlatomban sikerült olyan fizikai és mentális állapotokat megtapasztalni, amelyek a mai napig az emlékezetemben vannak, mint nagyon nyugodt, befelé forduló, megelégedett, békés állapotok, amelyekkel én akkor tanító hiányában, élő tanítás hiányában, közösség hiányában nem jutottam messzire. És azt éreztem, hogy rosszul csinálom, bár szabályosan, hosszan kitartott ászanák és szabályosan elvégzett pranayámák voltak a napi életem részei, és azt éreztem, hogy zsákutcában vagyok, mert nem volt meghaladó bölcsesség. Tehát a jóga a nyugatizált változatának egy olyan részét próbáltam én, ahol a felső négy tagja annak a nyolc rétű közelítésnek, amit Patanjali Yoga Sutraiban olvashattuk, az nem volt meg. Nem volt meg, és ezáltal az ösvényt nem jártam helyesen. Tehát le kellett róla térnem, és most úgy érzem, hogy vissza kell rá térnem, mielőtt késő lenne. 24 évesen kezdtem el a zen gyakorolni, tehát nem vártam túl sokáig az újabb spirituális érdeklődéssel. Előtte egy kis tibeti buddhizmus, egy kis harcművészet, előadó művészet, ami éppen akkor a fiatalember önmegvalósítási kísérletébe belefért. Szungszán zenmester tanítása azt érzem, hogy valahol nagyon-nagyon hasonló helyre visz, mint amikor a jogának a legmagasabb szintű bölcsessége és egyéválás tapasztalata ugye kiderül. Ezt a közös hullámhosszon való rezdülést, a kölcsönös tiszteletet és elismerést, ezt nem lehet létrehozni. Ezt értsük meg. Ez nem olyan, hogy leírom egy este és elmondom másnap reggel. Ez vagy van, vagy nincs. És az az érdekes, hogy amióta Omkárat csinálja, számomra rendkívül magas minőségben a Sivananda hagyományt, pontosan annyi az én szerzetesi éveimnek a száma. Tehát 94-ben lettem ugye a novicius, de 95-ösek a koreai fogadalmaim, és az ösvényt nagyjából hasonló időszakban kezdtük. És azt érzem, hogy a társhagyományok attól társhagyományok, hogy nem az eszközrendszereket nézik elsősorban, hanem azt az eredményt, ami a lélek tudatossága, minősége és tartalma. Ezt a fajta lélek közösséget tapasztalni, ez egy külön öröm. Az, hogy csináljuk a saját dolgunkat, és eredményeket érünk el, tudunk másoknak segíteni, ez gyönyörű. De az, hogy társakra találunk az úton, egyénileg, közösségben, és kialakulnak bizalmi, alapú, egymás segítő kapcsolatok, ez már az áldás tetején az áldás. Úgyhogy külön köszönöm, hogy a két csoport most együtt van, és a több helyről érkező érdeklődők ezt most láthatják és hallhatják. Kinek van tehát kérdése? Azt szeretném kérdezni, hogy vacsoránál egy kicsit beszélgettünk, és azt hallottam, hogy nálatok három fajtája van a meditációnak, és ha erről esetleg egy kicsit beszélnél, valamint, hogy én sem vagyok is jártasabb a zenben, és hogy a koanoknak mi a célja, a koanoknak... De nem tudom, mi és a célja. Hogy, vagy akkor hogyan...
Már most? Tehát már most így rossz a kérdés teljesen. A kérdés nagyon jó, de a válasz nem szóba fogható. Tehát két dolgot különítsük akkor el. Akkor mi a mechanizmusa? Vagy valami, akkor valamit légy szíves, kérlek, hogy mondjál ezekről. Köszönöm szépen. Mechanizmus nincs. Az van, hogy a meditáció módszere, hogy mantrával dolgozol, kérdéssel dolgozol, vagy csak a térés a hangpercepciójával dolgozol, ez lelki alkat függvénye. Tehát kinek milyen kulcs illik a saját ajtajába? Ti ezzel a három módszerrel. Igen, és ennek az úgynevezett derivatíváival, olyasféle származékaival, amikor mondjuk a kérdés nem alanyi, hogy mi ez, mi az, ami lát a szememmel, hall a fülemmel, érez a szívemmel, viseli a nevemet, hanem amikor már a tükörszerű tiszta tudat eléggé stabil és jól működik, akkor megkérdezed, hogy mi ez? Honnan jön? Akkor már a karmádat a tükör elé teszed, és a tudatos elmeműködés felfüggesztésével engeded, hogy az ok és okozat megmutassa önmagát. Tehát amikor engeded a puzzle darabokat a helyükre zuhanni, anélkül, hogy te az eredményt már előre kondicionálnád, hogy te azt szeressed, meg elfogadjad, meg azt te legyél, meg az neked jó legyen. Nem. Tehát a világ ilyensége, a tisztánlátása teljesen mindegy, hogy milyen módszerrel következik be. Ez egy társadalomtörténeti és módszertani sajátosság, hogy a koreai zen ezekkel a módszerekkel dolgozik. Még számtalan más módszer van, amivel ezt el lehet érni. Amit ki szeretnék hangsúlyozni az az, hogy a koncentrációs pont az a tantien. Ezt örököltük taoista ősatyáinktól, hogy a tantienre fókuszálunk, amely a köldök csakra. Jó? És a köldök csakra az, az az állapot vagy hely, ahol a tudatod és az energiád még nem kettő. Tehát differenciálatlan, keletkezetlen, megnyilvánulás előtti állapotban van. Ez a legfontosabb pont. Hogy a felső csakrákban te mit csinálsz, esetleges. De az, hogy a tantien fókusszal tehermentesíted a felső három nagy központot és az érzékszerveket, ez kulcs a zen meditációban. És ekkor eléred ezt a tükörszerű, tiszta, gondolkodásmentes tudatot, amelyben úgy látjuk a világot, magunkat és egymást, ahogy vagyunk. Ez a lényeg. A lényeg tapasztalata a gondolkodás elvágásával lehetséges. A lényeg tiszta tükrében látjuk az igazságot, és utána tudunk helyesen működni vagy cselekedni. Jó? Szívesen. Kovács Laci, Rámának hívnak. Sivananda, jöttem. Nagyon röviden, amit tudok, hogy van buddhizmus, van zen buddhizmus, azon belül van a kínai, japán, és mai tudásom szerint a koreai. Nagyon röviden, ha lehet rá így válaszolni. Az alapvető különbségek és a közös pontról, ha egy pár szót hallhatnék. Köszönöm szépen. Ez a közös pont. A különbségekről pedig beszélhetnénk három hétig, ezt nem fogom megcsinálni. Az a fontos, hogy egy ösvényen haladj. Ha megvan az alapvető, az alfa hagyomány, legyen az jóga, tibeti buddhizmus, egyéb mahajána, zen, bármi, legyen ott egy tanító, akiben bízol, egy tanítás, amit használsz, és egy tanítványi közösség, ahova beilleszkedtél, és elfogadtak. Ez az alfa hagyomány, ahol te a saját személyiségedet többszörös tükörben látod. Itt taníthatóvá váltál. És innentől kezdve nézhetsz néha kis varga betűket, hogy hova szeretnél még érdeklődésed során eljutni. Egy jó hagyomány nem bezár, hanem irányt ad. És én kívánom azt, hogy mindenki ebben a helységben találja meg azt az alfa hagyományt, ahol a tanító, tanítás és tanítványi közösség számára nagyon fontos, elsődlegesen fontos, mert ezek segítenek neki, hogy az úton járjon, és ő segíti ezt a hagyományt, hogy megmaradjon. Úgyhogy ezt kívánom neked is, Ráma. Milyen szabályokat kell betartani egy olyan embernek, aki komolyan szeretné gyakorolni a zent és ebben fejlődni? Egyetlen egy alapvető szabály van, a meditáció során is, és a mindennapi élet során is merj őszinte lenni önmagaddal. A meditációs
tanításokban a nyugat talált valamit, néha az emberek se tudják, hogy mit, csak valami különlegeset, ami más, mint az eddigi tévéadás, vagy a mozik. És akkor ezzel szeretnénk szórakoztatni magunkat, és valami egyebet, más tudatállapotot kitalálni, amiben mondjuk örömünket lelhetjük, vagy hasonló. Ezen közben egyáltalán nem egyértelmű, hogy a karmánk az megtisztul, hogy tisztában leszünk jobban önmagunkkal. Egyáltalán nem biztos, hogy a meditációs technikát helyesen használjuk fel. Tehát ezért a zennek az iránya az, hogy ébredj föl és segíts más lényeken. Ez a külsődleges motiváció a belső mellett. És ez tényleg azt kell, hogy merj látni. És itt egy szanszkrit fogalmat szeretnék bevezetni, amit úgy hívnak, hogy vidja. Annak az ellentéte az avidja. Az avidja az a nem látás. Amikor a tudat felületét olyan vastagon borítja a saját karmája, hogy nem látja még az alapvető ok és okozati összefüggés sem. És az avidjából a vidjába, a látásba úgy jutunk el, hogy a tudat felületét minden illúziótól, hamis azonosulástól, dualisztikus vágyképtől vagy dűtől megszabadítjuk. És innentől kezdve van útunk. Előtte nincs, előtte ízlelgettük a kelet fűszereit, előtte szórakoztattuk magunkat, kiműveltük magunkat, átöltöztünk, hajfrizurát váltottunk, tehát minden ilyesmi lehetséges, de ettől még nem történik semmi. Az a fordulat belül, hogy mersz őszinte lenni önmagaddal, és ez nem bűntudat. Ez belső látás. Az a vidja, ami a saját karmádat, a saját avatárodat illeti. Ekkor kezd el működni a meditáció. Egyébként formagyűjtemény van, modorkényszer van, eszköztár van, szépre festett szerszámos láda van, de haladás nincs. És egy templom annyit ér, amennyivel tisztább tudattal mennek innen az emberek. Nem múzeális tárgy, nem vegán konyha, nem erdőben a kis tuszkulánum, ahol jól érezzük magunkat, ezek a római patriciusok nyaralói voltak. Úgyhogy a meditációs technikának ez az alapismérve, hogy merj látni. Az összes többi már csak kultúra függő. Jó? Köszönöm. Szívesen. Az én kérdésem a tantiennal kapcsolatos lenne, amikor azt szokták mondani, hogy térj vissza a tantienba, valószínűleg amikor a gondolatok elkalandoznak. Na most, amikor azt mondják, hogy figyeld a légzést, akkor tudom, hogy a légzésre figyelek, de mit csinálok, amikor azt mondják, hogy térj vissza a tantienba? Ez, akkor keresek úgy össze-vissza magam körül valamit. Ne keressél semmit, mert akkor nem mész a tantienbe soha. Ezzel van egy kis problémám. Látom. Szakítsd meg a gondolkodást, visszatérsz a gondolkodás elé, visszatérsz a gondolkodás eredetéhez. Szakítsd meg a keresést, megtalálod azt, amit kerestél. Megpróbálom. Ismét a köldök csakrába ez a tantien, helyezd a figyelmedet, azért jó, mert testben vagyunk, és lehet a testet használni. Képzeld el, ha nem lenne tested, és úgy kéne a tantienbe visszamenni. Nem menne, ugye? Nem. Ugye? De. Van test, szépen ráteszed a köldöködre a két tenyeredet, és hogy lélegzel, belélegzel, és az kicsit kijebb megy. Attól is függ, hogy milyen a testtömegindexed. És amikor visszafele megy, akkor kilélegzel, és a köldök alatt van ez a pont, hogyha a mahamudrát ide teszed és meditálunk, akkor kicsit felmelegszik. És ez a tantén az azért jó érzés, mert mintha a matrioska babának egy ilyen ólomtalpa lenne, és mindig így föláll. Tehát így megpofozzák, felső három csakrában nagyon sok pofont szoktunk kapni, adni is sajnos, és akkor mindig föláll. És akkor visszamegy a helyére. És a tantien tudatosság azért fontos, mert a legnagyobb lengés csillapító, a legnagyobb sok elnyelő, elképesztő mit bírsz, hogyha elég erős a centrumod, mert nem ragaszkodsz a felső három fő központ tartalmához, de látod, és végzel vele műveleteket. Teljesen elmebeli, érzelembeli tisztasággal dolgozol, de nem itt van az alap. Az alap itt van lent. Tehát ha egy fának a gyökerét kiveszed a földből, az el fog pusztulni. Nagyon sok ág letörhet egy ágról, nagyon sok vihart kaphat, amíg tövestől nem fordítja ki a szél, addig van esély, hogy újra nő, hogy túléli. De innen ebből a központból valaki kimozdul, főleg éles helyzetben, elszáll,
elvész a pillanat, és hogyha a pillanat elvész, minden elvész. Köszönöm, válaszod, nagyon sokat segített. Az lenne a kérdésem, hogy az út során megtapasztjuk a haragot, a félelmet, és ezekkel szembe találkozunk, ezekből jönnek a gondolatok, és hogyan érdemes ezt kezelni? Hogyan érdemes ezekhez hozzáállni, úgyhogy ne rakjuk rá a másik személyre, és ne szülessen belőle bűntudat, de mégis megoldjuk ezeket, és meghaladjuk. Amiről kérdeztél, az egyik fő feladatunk. Fő feladatunk, hogy ennek a gyökerét megtaláljuk. Ha ennek a gyökerét megtaláltad, akkor mindent megtaláltál. A haragod, a dühöd, mindezek az érzések egyetlen egy dologból táplálkoznak. Valaha voltak vágyaid, a vágyait kiteljesedésében megakadályoztak. Mikor megakadályozzák az embert, akkor fölébred benne a düh. Ezért vissza kell menni egészen a gyökerekig. Itt hallottunk egy nagyon szép szót, véda, avidjá, a tudatlanságot. Minden problémának a jogában a gyökere a tudatlanság. A tudatlanság alatt azt értjük, hogy összekeverjük a mulandót az örökkévalóval. Azaz a testet összekeverjük a tudattal. Ha valami miatt el szeretnél kezdeni meditálni, hogy ezek az érzések kontrollálhatóak legyenek benned, egy mondatot legalább beszéljünk a meditációnak arról a felfogásáról, amiről mi szoktunk beszélni a jogaóráinkon. A meditációval nyilvánvalóan az elmét szeretnénk uralni. Annyit beszélnek az elméről, mi a franc az elme? Az elme az nem más, mint egy nagy köteg gondolat, egy nagy köteg érzés, egy nagy köteg emlék, és ez az elme az, ami elválaszt bennünket a halhatatlanságtól, a mindentudástól és az abszolút boldogságtól. És abban a pillanatban tudsz csak szamádiba, a szamádi legmagasabb szintjére lépni, amikor eléred a legmagasabb szintű vágytalanságot, amit úgy hívnak, hogy paravairagya. A paravairagya, a legnagyobb kötődés és vágytalanság automatikusan létrehozza a legmagasabb szintű szamádi. Maga a játék, a meditáció egy csodálatos és izgalmas utazás. Izgalmas azért, mert miről van szó? Most ebben a pillanatban látom mindenkinek a feje fölött ott úsznak a gondolatfellegek. Ezer számra jönnek ki a fejetekből a gondolatok. És mit csinálsz, amikor leülsz meditálni? Most a saját utunkról beszélünk. Azt mondod, hogy ennyi gondolatot agyoncsapni nem tudok. Ezért mit csinálok? Kiválasztok egyetlen egy gondolatot. Egyetlen egy gondolatot kiválasztok, legyen ez mondjuk egy mantra. Om Namah Narayanaya. És innentől kezdve szépen odaillesztem a figyelmemet azért, hogy ez a vágytalan állapot létrejöjjön bennem. Odairányítom a figyelmemet, és elkezdem először hangosan mondani a durva fizikai síkon ezt a mantrát, és mindig figyelek, hogy mikor zavarja ezt meg valami. Honnan zavarják meg a mantra ismétlésemet? Kívülről. Kívülről. Nagyon jól mondod. Az öt érzékszerven keresztül. Honnan zavarják még meg? A saját testedből. De fáj a hátam, de fáj a térdem, stb. Mi a harmadik? A saját tudatalattid. Már csodálatos tested van, 16 órát mennyit kell ülni? 14-et? Csak az intenzív héten, egyébként csak 8. Tehát kedvezményesen 8 órája ülsz már szamádiba, ülnél szamádiba, a tested csodálatos, Csongan Szunin bekapcsolja a légkondit, ablakokat bezárják, minden ideális, és egyszer csak jön a szörny belülről. Tehát megvan 3 olyan terület, ahol megzavaródik ez a folyamat, hogy te ezt a mantrát, amit mondogatsz, ne tud mondani folyamatosan. És ha ezt a 3 okot megszünteted, akkor szépen egy dolgod van. Egyre finomabbá és finomabbá teszed ezt a mantrát, mert már átviszed az elme birodalmán, tamaszikus, rajaszikus, szatvikus birodalmon, és egy szép pillanatban
amikor már ilyen picike ez a mantra, már nem is te mondod, hanem ő mond téged, akkor szépen bevezeted a tiszta tudatba. De mivel csak ennek adtál energiát, a többi gondolat nem jutott szóhoz, mi a gondolat? A gondolat energiaminta. Ellopod a gondolatból az energiamintát, ebbe az egybe vezeted, szépen bevezeted a forráshoz, és ott kilódsz megvilágosodott állapotba. Ennyire egyszerű az egész, és ez egyszerre jön létre azzal az állapottal, ahogy elkezdesz meditálni, mikor már robbanná olyan marha nagyot, létrejön az az ellenerő az elmédben, hogy azt mondja, ezzel a hülyével ordibáljak. Megérez nekem ennyit? Magam kreáltam az egészet, hiszen a külvilág nem más, mint a saját bensőm tükörképe. Ki az a marha, aki tükör előtt saját magával boxol? Köszönöm a lehetőséget. Tehát azt lenne az én kérdésem, hogy beszéltünk arról az imént, hogy amikor elkezdünk meditálni, és megpróbálunk befelé fordulni, és lecsöndesedni, akkor előjön egy csomó gondolat, egy csomó érzés. Akkor veszük észre, hogy mennyire zakatol az agy, az elme. És sokan azt javasolják tanítók közül, hogy ilyenkor egyszerűen engedjük el, gondoljuk tovább, mi üljünk tovább, és ezt a sok gondolatot engedjük menni. De mikor van az a pont, amikor egy ilyen érzelemmel, egy gondolattal foglalkozni kell? Honnan tudjuk, hogy mi az, ami csak automatikusan fut a háttérben, és nem fontos, nem lényeges, karma szempontból akár, és mikor van az az érzés, vagy gondolat, amit, ahogy most beszéltük, elő kell venni, és meg kell nézni, és ki kell deríteni. A meditációdat semmiféleképpen ne használd probléma megoldásra, mert akkor nem meditálsz. Nem biztos, hogy a zennek a definíciói teljesen azonosak a jóga írásokkal. Nagyon sokszor, amikor buddhista írást olvasok, olyan érzésem van, mintha az egész buddhizmus és Buddha megjelenése olyan volt a világtörténelemben, mint a kereszténységben a reformáció megjelenése, mikor nagyon elburjánzott valami, és szerették volna valami tiszta, hétköznapi ember számára ehetővé tenni. Visszatérve a jóga világa és a jóga világához kapcsolódó spirituális írások igen gazdagok, tehát az embernek idő kell, amíg ezekben otthon tud lenni, és talán ezt azért hangsúlyoztam, mert definíciója van a koncentrációnak, a meditációnak és a szamádinak. A koncentrációnak a definíciója a Kurma Purána szerint 12 másodpercig kell az elmédet egy pontra irányítottan tartani. Ami azt jelenti, hogy jöhet fel a nagymamád halála, bármi. A legfontosabb feladatot, hogy amíg meditálsz, nem baj az, ha feljön az, mert idáig is ott volt az elmédbe, csak alul zabál téged az a probléma. Most végre feljött. De amikor leülsz meditálni, akkor az a feladatod, hogy meditáljál. Nem az, hogy megold a feljövő gondolatot. És ha ez képes vagy 12 másodpercig tartani, úgyhogy honnan jönnek a zavaró dolgok? Külvilág, test és az elme. Amit te mondasz, az az elméből. Ha nem vagyok képes, akkor nem jön létre a koncentrációm se. Ha 12x12 másodpercig, 144 másodpercig képes vagyok az elmémet, azaz 2x24 másodpercig fókuszáltam megtartani, akkor meditáltam életembe először. Kérdezzétek meg, hogy hányan meditáltak ebbe a terembe. Hány ember volt 2x24 másodpercig az elméjét úgy rajta tartani egyetlen egy objektumon, ez lehet külső fizikai, mantra, légzés, bármi, amit tanítótok mond, hogy semmiféle zavaró jel nem volt benne. És utána jön a szamádi 12x12x12, azaz durván egy fél óráig kell ezt az kezdőnek ezt az állapotot megtartani. Én csináltam egy dolgot, amit egy darabig gyakoroltam, hogy az ilyen gondolatokat, amiket te mondasz, mert ezek ott vannak bennünk, és meg is betegíthetnek. Egyszerűen fogtam magam, volt egy noteszem a meditációs párnám előtt,
És amikor vége volt a meditációnak, ezeket összeírtam. Mi dolgom van vele? Ugyanis abban a pillanatban, ha te elkezdesz meditáció közben ezzel játszadozni, az elme elérte a végső célját. Megakadályozott téged a meditációban. Soha ne felejtjük el, hogy az elme a legnagyobb ellenségünk, és az elme a legjobb barátunk. Amíg az elme ural téged, addig te vagy a szolga, addig ő a legnagyobb ellenség. Ha pedig az elmét a szolgálatodba állítod, azzal, hogy megfegyelmezed, beáll és téged fölvisz a megvilágosodás csúcsára. Hálásan köszönöm a választ. Hát, ha segítettem vele valamit. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt lehetek. Sok szó esett ma este a meditációról, a tantien fókuszról. Én gyakorló anyuka vagyok. Egy ideje hallgatom a dharma beszédeket, meg próbálok meditálni is. És azt hittem már, hogy elég jó vagyok ebbe a tantien fókuszba. Egy régi történetet hallottam egy dharma beszédben. Egy olyan példabeszéd volt, aki egy olyan megvilágosodott szerzetesről szólt, a csak hamu. És ez egy régi történet, nagyon jót mulattam rajta, mert a végén kiderült, hogy van még parázs a hamu alatt, és mikor érzem azt, hogy uralom a helyzeted, de mégis napközben éber állapotban olyan helyzetbe kerülök, hogy a csí nekem szép lassan kúszik fölfele, akkor nem másokra vagyok dühös, hanem saját magamra, hogy megint belementem abba a helyzetbe, nem így kellett volna reagálnom, illetve ha még időben elkapom ezt az érzést, ezt a gondolatot, és eszembe jut ez a csak hamu, és elmosolyodom, akkor már meg tudom állítani. Tehát a kérdés, hogy nem meditáció közben, hanem amiről oly sokszor volt szó, hogy állva, járva, fekve, beszélve, tehát itt ebben a reál, éber állapotban hogyan tudom megőrizni a nyugalmamat, a tisztán látást, a tisztán hallás, a tisztán észlelés. Erre törekszem, erre szeretnék törekedni nap mint nap. Mihelyt azt látod, hogy az elmeműködés akár gondolatilag, akár érzelmileg elkapott és bepörgetett olyan irányba, amit nem szeretnél, azon nyomban a lélegzetet tudatosítsd, ez a legelső. Ilyenkor a lélegzet úgy elmegy, hogy mintha nem is lenne, mert nem látsz a pipától, mert felment az agyvized, mert meg akar szakadni a szíved, ilyenek vannak. És a légzés tudatosságának a hiánya a tudat terének a leszűkülését okozza. Tehát elcsíped a lélegzetedet megint, a testtudatosságot minél nagyobb felületen, minél nagyobb testérzettel, lehetőleg az egészet, és akkor termentesíted rögtön az adott csakrát vagy szervet. És ahogy a lélegzettudatosság és a testtudatosság bekattan, azon nyomban a tudattere elkezd tágulni. Akkor van választási lehetőséged. Addig ráfeszültél a karmádra, mint cellofán a bontott csirkére. És ez nem a legjobb állapot. Úgyhogy a tudatnak ezt az elképesztő leszűkültségét, amikor a stressz teljesen ráz és üt, és ütne szét, azt ezzel a tudatformával lehet, de csak akkor, hogyha eleget gyakoroltál meditációt úgy, hogy látszólag semmi nem történt, de a tantiened erősebb lett. Tehát amikor a nem tudható, de tapasztalható tiszta tudatról van szó, ahhoz tényleg, ahogy hallhattad most már többször, így a kötelékrepülés során, akár a főpilótától, akár a másodpilótától, az elmeműködés felfüggesztése, vagy ahogy mi mondjuk a gondolkodás megszakítása. Tehát itt egy hatalmas közös pont van, azért, mert hogyha ezt meg tudod tenni, akkor az elme fog szolgálni téged, és nem te a karmádat. Abban a pillanatban, ahogy látod, hogy a gondolatok és az érzelmek kárt csinálnak, és nem azt teszik, amit te szeretnél a saját emberi értékrended szerint, megvonod az energiát tőlük, azon nyomban visszatérsz tantienbe, és, hogy hallhattad a mantrát, ugyanaz a kérdéssel lehetséges, hogy a mi ez kérdés belesimul a tiszta tudatba, és már nonverbálisan működik. Tehát felteszed a kérdést, hogy mi ez, és addig gyakorlod hónapokon, éveken keresztül, míg a tudat tere szilárd és nagyon-nagyon tágas lesz, a tükör mindent kibír. De ha valamit rádobsz a felületére, össze tud törni. Oké? Okay? A reflektív képessége addig van meg, amíg nem azonosulsz a karmáddal. Bármiféle duális viszony, vonzás és taszítás áll fönt a karmád és közted, azonnyomban a szebbik felével rátapad a tükrödre,
ott egy vakfolt keletkezik, és ott nem látsz. És akkor ott a karmád ural. Ott akkor elkezdtek játszani veled, marionett figura lettél, és ekkor szokták az emberek mondani, nem volt választási lehetőségem. De igen, csak nem vetted észre, mert ott volt a vakfolt a tükrön. Nem tehettem másképp, dehogy nem. Szerettél volna másképp tenni? Egyáltalán fel sem merült a kérdés, mert akkor éppen ez a, jaj, miért vitatkoztak? Nem vitatkoztunk élmény, rögtön pofán vágtam. Tehát nem volt vita. Tehát ez azért fontos, mert hogyha a tudattere nem elég tág és nem elég stabil, akkor folyamatos balesetsorozatként éljük meg az életünket, és nem tudjuk kezelni a konfliktusokat. Nem tudjuk a gyökerüket szépen megtalálni, kihúzni, és az egészet még mielőtt egy elképesztő lavina lenne belőle, elvágni. Úgyhogy azon nyomban lélegzettudatosság, testérzettudatosság, mantrát, hogyha dolgozol vele, felidézhetsz, az is növeli a tudatterét, letisztítja a tükröt egy picikét, és így mentálisan lépj egyet hátra. A Buddhának volt egy olyan hasonlata, hogy a karma olyan, mint a tábortűz. Összerakják a fát, ott a gyújtós, ezek mind a kiváltó okok, és ahogy a kiváltó okok elérnek egy kritikus tömeget, az érzékelésből létrejön a láng. Ez az érzékszervi tevékenység plusz az elme és a teste együtt. Hogyha kiebb húzod a fákat, akkor szépen lejjebb megy a láng. Ha nagyon eltávolítod őket, kialszik a tűz. Innentől kezdve már csak csinálni kell. Én azt szeretném kérdezni, hogy azt mondják, hogy nincsen véletlenszerű találkozás, és én ennek alapján élem az életemet. Ebből az adódik, hogy nagyon érzékenyen reagálok minden emberi kapcsolatomra, és nagyon fontosak számomra. Most már felmerült bennem a kérdés, hogy oké, hogy ez nem véletlen, hogy két embert, hogy én találkozom valakivel még akkor is, hogyha borul járok ebből a kapcsolatból, úgy érzem, hogy oké, akkor ebből biztos tanulnom kellett. Ezért még fontosabbá válik számomra, és most már nem tudom eldönteni, hogy mi az, ami tényleg fontos, és épít engem, vagy valaki manipulál, vagy közel kellett tartanom magamhoz azokat az embereket, akik körülvesznek. Izgalmas kérdés. Egyszerűen azért, mert ami történik ebbe az életedbe, mi úgy nevezzük a jogában, hogy prarabdha karma. Prarabdha karma határozza meg, hogy milyen családba születsz, milyen földrajzi helyre születsz, és utána milyen síkon éled az életedet. Ha egyre többször veszed észre azt, hogy téged pofoz a sors, akkor valószínűleg intenzívebb sebességre kellene a gyakorlásodat venni. Az intenzív sebesség alatt azt értem, hogy mi a jogában például spirituális naplót vezetünk. Ez a spirituális napló, ez attól függ, hogy ki milyen fejlett, lehet 4-5 tételből álló, vagy pedig akár 28 tételből álló is. És ennek a naplónak a vezetése segít téged hozzá, hogy miért történik újra és újra és újra ugyanaz az elem az életemben, és ilyenkor hangolod át magadat a meditációval egy olyan rezgés tartományba, amivel már kezelni tudod ezeket a helyzeteket, mert mindig ott van a három. Az első kérdés, meg tudom ezt változtatni? El tudom ezt fogadni? Tudok-e dönteni a kettő között, hogy most ez melyik a kategória, és ha már unod a szenvedést, unod az újbóli barátok, ismerősök kizsákmányolását, akkor új szokásokat kell bevinni az életedbe, és ezek az új szokásokról annyit kell tudni, hogy egy új szokás az ember életébe körülbelül 1000 nap alatt ég bele. Tehát ha valamit változtatsz az életedbe, akkor ha 30 nap múlva visszaesel a régi mintába, akkor ne korhold magadat, mert nem vagy bűnös, nem telt le még az 1000 nap. Tehát itt az előző kérdésre is annyiban reflektálnék, hogy talán Prémadászi beszélt erről egy pár mondatot, hogy a buddhizmusban is biztos úgy van, mint a jogában, hogy nem az életünkbe kell a buddhizmust bevinni, fordítva, buddhizmust az életünk. Tehát ez azt jelenti, hogy
amikor a gyerekemet megsimogatom, akkor buddhistaként simogatom. Amikor a férjem ébresztem, buddhistaként simogatom, és beszélek vele. Tehát ez egy fokozatos, lassú lépésekből álló folyamat, és ha arra gondolunk, hogy hány ezer élet lehet mögöttetek, akkor ne legyetek olyan nagyon türelmetlenek, hogy ez nem történik meg, és az egy nagyon gyors válasz, amit az apát úr mondott, de ha neked van egy naplód is még mellettem beleért, hogy tegnap is elküldtem az anyjába, holnap is el fogom küldeni, tegnap előtt is, akkor már ezzel neked foglalkoznod kell. Foglalkoznod kell két módszerrel. Az egyik módszer, ha egyszer eljutsz oda, hogy minden reggel két órát meditálsz, onnantól kezdve az egész napod más lesz, és egyszerűen már csirájában látod azt, hogy ez most fog oda nőni, hogy most még, ahogy Buddha mondta, hogy ha valami vágy felébred, az olyan, mint egy falevél. Ha falevél meggyullad az erdőbe, semmi probléma, rálépek. Ha nem lépek rá, elkezd a többi falevél is égni, akkor már én is elégek vele. Tehát próbáljuk meg csirájában elkapni a rosszat, ami bennünket zavar, és ha csirájába kapod el, hogy ez már megint oda tendál, akkor lép ki a helyzetből. Om. Két apró reflexióm lenne, mert hasonló kérdéseket hallottunk tőletek, hogy a zenben van a kérdés, ami az alapkérdés, ami ez. Ez ugye igazi önvalónkra, tehát egy alapvetően alanyi irányú kérdés. Viszont vannak tárgyas kérdések, amikor bizonyos karmák úgy állandóan megjelennek. Például az, hogy nem tudod, hogy mi a fontos. És megkérdezed, hogy mi a dolgom. A miért alapú kérdéseket azért kérdjük, mert beindítják az elme működését teljesen feleslegesen, és nem engedik a tudatot spontán rendezni magát. Tehát amikor a meditációban ülsz, egy tárgyatlan, világos meditációban, akkor aktiválod a tudat öntisztító képességét. Kellő energiaszinten ez beindul. Csak egyszerűen, türelemmel, fókuszáltan, a pillanat megtartásával maradjál helyben. Lehet, hogy az elméd még eleinte nem nyugodt, mert ficánkol, általában ezt szokta tenni. Idő után viszont a kérdés fókuszálja, és ez a kérdés az, amit minden belégzéssel lehet ismételni, ezekben az esetekben az, hogy mi a dolgom. És megint csak ne használd az elmédet a megoldásra, mert hogyha beindul a saját szamszárikus körforgásod, akkor minden lesz belőle, csak helyes válasz nem. Beindul a vágy, az aggodalom, az averzió, a félelem, az ez, az amaz, csak egy ilyen karmikus pástétom lesz a tükrödön, ahelyett, hogy tisztán látnád, hogy mi a dolgod. És tartsd meg a kérdést. És akkor egyszer csak, nem tudjuk mikor, de legalább, azt mondom, pár hét, néha egy-két hónap, a kérdés mellé mindenféle gondolat folyamat nélkül oda szegődik egy válasz. És akárhogy ismétled a kérdést, az egyszer nem mozdul el onnan. És akkor kiderül, hogy mi a dolgod. Utána ezt kipróbáltad a világban, mert hogyha tényleg tiszta a tudatod, akkor nem valami ökörség szegődött mellé, mint válasz, vagy fantazmagória, vagy valami borzalom, hanem tényleg a lélekből, a lélek mélyéből fakadt, anélkül, hogy a saját dualisztikus gondolkodásod és érzelmeid bekapcsolódtak volna a játékba. A kérdés megnyitja a tudatot egy bizonyos irányba. Ezért érdemes jól kérdezni. A definíciók határt szabnak, és az elmének határokra elképesztően szüksége van, amelyet előszeretettel maszkírozunk korlátoknak. Nem. A határok és korlátok mások. Határok közt maradsz, rendben van, megismerted a veszélyzónát, és oda nem szeretnél menni. A korlátok között viszont úgy érzed, hogy börtönben vagy, és kihasználatlan lehetőségeid vannak. Hát a kettő nem ugyanaz. Határokra szükség van, és a korlátokat, azokat lehetőleg bontsuk le. Miért? Mert hogyha nem, akkor viszont a kijelentések elkezdenek abszolút értéket kapni, és a dogmák börtönbe zárnak egész addig, amíg az azonosulás megmarad velük. Tehát az irányt egy jól feltett kérdés adja meg. Kérdezz jól. És akkor a tudat pont arra megy, amerre mennie kell. Körülbelül 30 évvel ezelőtt jött egy éles gondolat nálam, hogy nagyon-nagyon sok hang volt a fejembe, és egyszer csak jött egy pillanat, hogy letisztult minden, hogy el tudtam engedni ezeket a gondolatokat, és a nagy semmi jött utána, ami
félelmetes volt gyerekként ezt megélni, de rájöttem arra, hogy nagyon sok mindenben segített. És ennek a gyakorlásával azt vettem észre, hogy egyre inkább nőtt rajtam nyugalom. És azt vettem észre, hogy inkább a nyugalom szigete is lettem, hogy a kívülállók mondják. Igen. Viszont ennek van egy hátulütője, hogy ha én nem is akarom felvenni a kesztyűt, és nem veszem fel, nem akarom, nem is tudom felvenni, de ezt látják a többiek, hogy nem vagyok hajlandó társ lenni egy beszélgetésben, egy olyan beszélgetésben, amiben ők beleállnak. Hogyan tudom éreztetni velük azt, hogy nem az a helyes út? Lehet, hogy tudják, lehet, hogy látják rajtam, hogy az az agresszió, vagy az intenzív fellépés, az nem a helyes út, hogy van-e rá egy olyan lépés, vagy olyan metódus, amire azt mondanám, hogy neked is hasonló úton kéne haladnod. Teljesen fölösleges győzködnöd a környezetedet. Én is így gondolom, abszolút így gondolom. Igen. Az nyilvánvalóan, gondolj bele, hogy sok-sok évvel ezelőtt, 1985-ben lettem vegetárius, az nem tegnap volt, és képzeld, egy olyan húsevő közösségből össze vagy zárva több száz légiutas kísérővel és pilótával, és minden nap elviselni azt, hogy te jársz egyedül, mert nem veszed észre, hogy mindenki szembe jön? Tehát te is valószínű egy ilyen helyzetben vagy, és én azt hiszem, hogy a pozitív, asszertív visszacsatolásokat javaslom neked. Ez az asszertív visszacsatolás alatt valami annak a kifejezését, hogy te nem akarod meggyőzni őket, mert nem is tudod meggyőzni, csak az idődet pazarlod vele, hanem a saját példáddal, belső csendeddel, békével próbálod az illetőnek jelezni azt, hogy én tiszteletben tartom a véleményedet. Nagyon sokáig volt olyan kijelentés, amikor egy idő után azt mondták, hogy ezzel a hülyével nem vitatkozunk, ez én voltam. Mikor elkezdték, hogy az édesanyád, mikor már nagyon földühödtek, hogy nem reagáltam rájuk, akkor egyszer csak a végén majdnem, hogy rám csapták az ajtót, mert azt mondták, hogy ez egy hülye, ezzel nem még vitatkozni se lehet. És innentől kezdve megszűnt ez, mikor az életben, az önfejlődésedben egy szintet kipipáltál, az a jelenség eltűnik. Ez olyan, mintha állandóan az autóddal ott vagy 2 méterre a másik autó mögött a balatoni autópályán. És mindenkire anyázol, villogtat, szirénázol, stb. Ez addig van ott, amíg egy szép napon azt mondod, hogy sokkal kényelmesebb a vezetés 70 méteres távolságra, ettől a pillanattól kezdve a téged akadályozó autók eltűnnek. Ugyanígy állandóan a koldusoknak akartam adni a reptér felé vezető úton, mindig teli volt bérkoldusokkal, most is teli van a repülőtér felé vezető út a jelzőlámpádnál. És mindig hátul volt a táskám, és soha nem volt fémpénz a közelemben. És mindig szabadkoztam, hogy miért nem adok. A feleségem tudja, hogy van egy nagy vasdobozom, vagy van 1 kiló apró pénz mindig ott van nálam, és amikor az apró pénz előkészítettem, a kultusok soha nem értek oda többet az autóhoz. Mert létrejött bennem a helyzet elfogadása. És ha benned is létrejön, többet nem vitatkozol velük, hanem azt mondod, hogy figyeljetek ide. Az élet legalább 100 tudatszintből áll. Te ott vagy mondjuk most a 80-adikon. Tudod, hogy fölötted is vannak, tudod, hogy alattad is vannak. Ha mindegyiket elfogadod, mint az önfejlődés valamelyik szintjén lévőd, és megérteted magaddal azt, hogy ő nem kész az átalakulásra most. Ha 1000-szer mondod el neki, akkor se, mert nincs füle a hallásra. És ugyanez vonatkozik, amikor neked jön a sugallat, ha nem vagy kész, csak
csak egyszer azt mondod, hogy hú, a rohadt életbe, 20 évvel ezelőtt, amit mondtak, most értettem meg. És így még több béke lesz az életedben. Köszönöm a megerősítést. Ugyanígy gondoltam én is, és örülök, hogy nem vagyok egyedül ezzel a gondolattal. Köszönöm. Az ilyen embereket enged hibázni nyugodtan. És ne nyújj bele a hibába. Ne akarj se megelőzni, se kijavítani, hogyha felkérnek rá, akkor nagy vonakodva talán. Jó? Utolsó kérdés. Szóval, Szunyi, ez a semmi vagyok tapasztalata, amiben... Akkor már nem. Ha semmi vagyok, az már valami. Mondja tovább. Van még? Etapostuk a levelet az erdő alján, nehogy megégessen. Akkor az a semmi, amiben megjelenik az én. Most már érdekel. Most már mondjad. Ez az, amit a tükörszerű tudatnak nevezel? Nem, ez a trükk. Tehát az elme trükkje, hogy megjelenik a semmi, mint valami. Na igen, igen. És akkor gyakorlatilag megetted. Akkor ezt felejtsem el. Akkor ezt gyorsan felejtsd el. Térj vissza azt, hogy az ég kék és a fű zöld. Jó. Rendben, köszönöm. Szívesen. Remélem, hogy mindenki merített a darmának a kimeríthetetlen forrásából, abból a számomra tényleg szívet melengető darma találkozásból, ami most a teremben zajlik, és remélem, hogy akik ezt a távoli képernyőkön nézik, azok is átélik ezt az atmoszférát. Ezt szívből köszönöm a tiszteletre méltó Omkára megjelenését és válaszait, illetve tanítványainak, családtagjainak a jelenlétet. Egyben az eredeti Fézen táborának, hogy itt vagytok, hogy együtt fogjuk ezt a hétvégét végigcsinálni, illetve azoknak is köszönöm a jelenlétet, akik most csak erre az estére jöttek. Gyakoroljunk együtt tovább, fordítsuk a darma kerekét a megfelelő irányba, ezzel meggyőződésem, hogy segítünk minden szenvedő lényen. Köszönöm a figyelmet, és még egy pár utolsó mondatra Omkárának átadnám a szót. Nekem megtiszteltetés, hogy itt lehettem. Megtiszteltetés, hogy tudtatok olyan kérdéseket tenni föl, amivel bőven törhettem a fejemet. És nekem is egy tanulási folyamat volt, amikor itt voltam. Aminek nagyon örülök, hogy sok egészséges, szép fiatal embert is látok, ami nekem egy pozitív élmény, ugyanis a jóga világában 95% hölgy. Úgyhogy nagyon örülök, hogy a fiatal urak is itt vannak, és nagyon örülök, hogy ennyi embert látok, akinek fontos a sorsa, fontos az önfejlődése, fontos az öntisztulása, és azt hiszem, hogy büszkék lehettek, hogy ilyen csodálatos tanítóitok vannak. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Köszönöm szépen.